Köszöntök mindenkit, következik az EB-s elejtezők 6. fordulója, innen pedig az Ausztria-Németország meccsét mutatjuk meg többek között. Természetesen a magyar válogatott mérkőzését is közvetítjük majd ebből a fordulóból. És hát akkor érkeznek a futballisták a pályára, és bízunk benne, hogy egy jó kis meccset látunk ma. Ausztria-Németország tehát egy igazán pikáns összecsapás itt Bécsben, és hát ugye láttuk a németeket legutóbb Észak-Macedónia ellen botlani, ráadásul ők nemrég veszítették el az Nemzetek Ligája döntőjét, úgyhogy mindenképpen javítani akarnak a németek, de ezen a fontos EB és elejtezően meglátjuk, ez összejön-e nekik. A fordulóban egyébként ugye a Magyarország San Marino, illetve a Szerbia-Franciaország meccset mutatjuk meg, utána pedig nem sokkal később kezdeni fog az Ázsia kupa, és ezzel sok minden más kontinens viadal is, de hát erről majd később. Bachmann véd az osztrák kapuban, Ulmer, Alaba, Dragovic a védelemben, Laimer, Jupicic pedig a középpályán. Előttük játszik majd Zabicer, Gilic, illetve Onizivo, a támadó pedig majd Arnautovic lesz a mai mérkőzésen. Szóval hát a nyár programjét a következő egy hónapban lesz majd egy E-Ázsia kupa, lesz egy E-Kongakáf arany kupa, úgyhogy két kontinens torna a felnőttek között, aztán olyan következik, ami még a csatorna történetében nem volt, egy EU21-es Európa bajnokság, amin egyébként a német válogatott is érdekelt lesz, de egyébként a magyar is, úgyhogy már csak ezért is érdemes lesz nézni, illetve majd az E-női világbajnokságot, mi nem vagyunk ott, viszont a németek lesznek a házigazda, szóval Németországot is ott lesz majd a női válogatott azon az E-női VB-n. Kéne Rüdiger, Züle, Hoffmann a védelemben, Neuer természetesen a kapuban, Goretzka, Kimmich a középpályán a német csapatban, Müller, Zané, Gnabry játszik előttük, illetve Werner lesz majd az ég, ez tehát a németek, Reus lesz majd az ég, ez tehát a németek kezdője a mai mérkőzésen. Ausztria-Németország mérkőzés tehát szokásos összeállításában mind a két együttes, és akkor kezdődjék el a találkozó. Ugye, mint ahogyan mondtam, ez vár ránk majd a következő bő egy hónapban, aztán így most tényleg a válogatottak ki a főszerep már ezekkel az EB-s elejtezőkkel. Kimmich mondta teszik jól darab Gnabrynak, ugye a németeket az macedónok ellen is láthattuk, illetve a görögök ellen is már, és a elejtező tornán, vagy a elejtező csoportjukban a görögök ellen maga biztos győzelmet arattak még márciusban. Most arra viszont azért nincsenek túl jó meccseik a németeknek, az angolok elleni Nemzetek Ligája elődöntött leszámítva, itt pedig az első lövés a találkozón, amikor Reus lőtte fölé. Lennart, Onizivo, Zané mellett tolta meg, Onizivo, Lennart mehet, Lennart ezzel elindulhat, ez bizony gólhelyzet már az osztrák csapat előtt, Lennart visszacselez, Lennart középre, Goretzka, Reus sarokkal teszi hátra Müllernek, Müller tovább Goretzka, és ez így most már labdaszerzés osztrák részről, Zabicer, nagy labda, Arnautovic lövél, Neuer tolja ki. Meg volt az első komolyabb osztrák helyzet is a találkozón. Zabicer kifejelik előle a labdát. Müller csúsztatja meg Gnabry. Kimmich. Visszaszerzi a labdát Ausztria. Laimer. Laimer indul el ezzel, és Laimer lövő helyzetben. Ezt is fogja Manuel Neuer. Újabb osztrák lehetőség. Ezt is fogta a kapus Hoffmann. Kimmich. Kimmich visszaszereznék a labdát az osztrákok, de ez nem jött össze. Hoffmann. Tovább tudta tenni Reus. Müllernek nem jó a labdája, Dragovic. Jubicic. Jubicic cselezget csak, Zané jött meg. Zané, jó cselek. Zané egyedül, visszaszerzi a labdát az osztrák csapat, Lennart révén. Lennart mehet ezzel el, le tudja tenni, Zabicer kapja meg. Grilic aztán ott a szélen, Grilic még Hoffmann mellett visszaszögett. Alaba adhatja majd be. Arnautovic felé, és nem volt benne a labda, a gólvonalról kellett kifejelni, vagy ki rúgnia valahogy Hoffmannnak. Hát a meccs eddigi legkomolyabb helyzete volt ez. Az osztrákok előtt, Onizivo. Visszaszerezte Züle, Kérer. Hát gól egyelőre még nincs itt Bécsben, Ausztria-Németország 0-0 továbbra is, Kérer. Müller. Reus. Reus vissza Müllernek, Müller. Labdaszerzés után Ausztriánál labda már, Alaba. Zabicer felé,
Visszaszerzik a németek, Goretzka. Müller, Ljubicic, Laimer. Laimer, jó kiugratás, Arnautovic mehet el a Züle mellett, Arnautovic beközépre, ott az ígyszer, és itt a vezető gól, vezet Ausztria. Hát ez bizony meglepetés. 32. percben előnyben az osztrákok, és mondjuk azt azért a játékkép alapján megérdemelte, nem volt túl a célos eddig a német csapat. Az osztrákoknak két nagy helyzetük is volt, és ebből ott a gól már. A gólszerző pedig Konrad Laimer. 32. percben tehát vezet Ausztria, 1-0. Arnautovic. Ljubicic. Jó cselek Ljubicic-tól még. Ljubicic lő. Eljön a blokkról ez a lövés. Ljubicic még. Ulmernek fordította ki oldalra. Ulmer jól megy el. Ulmer helyzetben még. Ulmer vissza. Arnautovic fordulhat le. Nem tudott. Még őszerelték. Hát egyértelműen eddig osztrák nyomás. És egyelőre osztrák vezetés Németország ellen. Rajsz elveszítette a labdát Laimer Zabitzernek. Zabitzer még el tud menni ebből, ott a gólhelyzet, és Zabitzer kicselezi Neuert. Majd végül megfogja Neuer a labdát, és már ugye is előre. Ulmer. Ne tudta tenni Ljubicicnak. Lilic. Sarokkal. Szép váltás. Nagyon jól játszik ma az osztrák válogatott. Ljubicic. Ljubicic még mindig. Visszacselez Ljubicic. És most teszik középre. Laimer fordul be. Neuert is kicselezi, és aztán végül Kehrer. Goretzka. Hát meglepően jól játszanak most az osztrákok. Újabb helyzet közben. Zabitzer. Neuer véd, és ez gól. Zabitzer betalál Neuernek. 2-0-ra vezet Ausztria. Még az első félidő végén. Óriási meglepetés, de egyébként teljesen megérdemelt ez az osztrák előny, ezt tegyük hozzá. Zabitzer a gólszerző, 2-0 Ausztriának, és nagyon közel Ausztria a bravúr győzelemhez. A németek pedig az észak-macedónok után Ausztria ellen is úgy néz ki, hogy pontokat veszíthetnek itt az EB-selejtezős csoportjukban, mert hogy 2-0 a szünetben. Havertz érkezett a pályára, ő Royce-t váltotta. Musiala pedig Müllert, úgyhogy cseréltek a németek kettőt is, sőt hármat az első fél idő után, hiszen Gündogan is beállt, hát nem csoda, a németeknek egy Royce lövésük volt, vagy hát egy lövésük volt Royce révén az első fél időben, semmi más lehetőségük. Most lehet viszont, Musiala kap nagy labdát, Musiala jó a csel vissza, és egy óriási védés. Még mindig ott van Gnabry lő, ez meg fölé megy. Bachmannnak ezt már nem kellett védenie. Ugye Musiálát majd az U21-es EB-n is láthatjuk, az EU21-es EB-n majd, ami ugye hamarosan kezdetét veszi, vagy hát inkább egy hónap múlva körülbelül. Az Elkongaga Farany kupa után jön szinte közvetlenül az osztrák, vagy jön majd az EU21-es Európa bajnokság, amin ugye a németek is érdekeltek, és a magyar válogatott is. Alabáival megcsúszik a labda, és ott a lövés! Neuer kitolja, Hoffmann ért oda. Hát a 3-0-ához is most már közel állnak az osztrákok. Züle. Gnabry. Laimer szerezte meg a labdát. Ott 2 a kaput talált lövések aránya, vagy pontosabban a lövések aránya. A meccsen Gündogan. Vissza egyszer találták el a németek a kaput Musiálára éven itt a második fél időben. Gündogan helyzetben, és Bachmann véd. Most megint eltalálták. Német szöglett a hát, Gündogan adja be a labdát. Goretzka fejjel óriásit véd Bachmann, még mindig ott a labda, és végül ott a szépítés, Kehrer. 2-1. 60. percben tehát szépít Németország Tilo Kehrer góljával. Bachmann megint nagyot védett, de itt aztán már nem tudott mit tenni. Itt az óriási bravúr, Zané még befejeli középre, sőt lehet, hogy egy osztrák fejről kerül oda Kehrer elé. És a West Ham védője mindenkit lefél, és így szerzi meg a németek szépítő gólját. 2-1, visszajön a mérkőzésbe tehát Németország, és van még fél órája németeknek kiegyenlíteni Ausztria ellen. Arnautovic. Rüdiger állítja meg szabálytalanul, és majd Alaba végezheti el a szabadrúgást, aki ugye játszott már korábban Németországban, ugye a Bayern színeiben. Musiala Gündogannak. És Gündogan elmehet ezzel, Gündogan még mindig. Gündogan. És ez nagy helyzet, Gündogan még mindig gólhelyzetben már beközépre. És ez végül Laimeré, Zabitzer. Lénárt. Goretzka.
Ez is jó, még Zané. Zané egyedül. Kimegy. Jött majd a szöglet Zané. Goretzka felé. Bachmann, aki lehúzza. 68. percben. De hát már csak 20 perc maradt a németeknek legalább egy pontot elhozni Bécsből, Goretzka. Ezek után, hogy az észak-macedónokkal sem bírtak, és Ausztria ellen a döntetlennek is már lehet örülni Németország. Zané, Dragovic szerzi vissza. Eladja aztán azzal a lendületet Dragovic, Goretzka tovább, Musiala. Ott a helyzet még, Gnabry megy tovább, most állítják meg, Goretzka nem jutott messzire. Zané, szerintem le sem volt, ezek szerint nem, viszont gól sincs a helyzetből. Szöglet viszont igen, Havertz hagyta ki. De volt lesz, úgyhogy szabad rúgás kifelé. Bachmann, Alaba. De hát most nagyon nyomnak a németek itt a második fél időben, nagyon összeszedték magukat a vendégek. Musiala szabad rúgás lesz majd Ausztriának. Laimer. Dragovic fogja elvégezni végül. Laimer kapta meg tőle. Zabitzer, negyed óra választja el Ausztriát. Az óriási győzelem, ez viszont óriási hiba. És az adott labdával mehet Havertz kapura. Havertz Itzerben, és 2-2. Kihasználja az osztrák védelmi hibát Kai Havertz. Azok után, hogy az Elnemzetek Ligája 4-es döntőjében az egyik legjobb német játékos volt, rúgta a bombagólokat a döntőben, meg betalált győztes gólt az angolok elleni elődöntőben, most eredményes az EB selejtezőn is Havertz, és tehát, hogy pontot érő gólt lő Németországnak itt Ausztriában. 2-2, nem tudták megtartani az osztrákok végig az előnyüket. Egy hiba után itt a 79. percben gyerítenek a németek, és még idő is van Németország számára, noha nem túl sok arra, hogy esetleg meg is nyerje ezt a meccset. Nyilván az osztrákok is megnyerhetik még, de azért az ő játékukban nincs akkora lendület. Goretzka. És itt lehet a meccslabda. Alaba védekezett jól, Goretzka rontotta el ezt a paszt. Zeivald. Zabitzer. Visszaszerzik a labdát a németek. Hoffmann. Előre Gündogannak lőtte meg. Gündogan még. Egyedül Musiala. Hát ez nagyon megint nagyon rossz volt Lénárt. És Lénárt csörel. Jó, Laimer mehet. Laimer vissza Lénártnak. És visszaszerzik a labdát aztán a németek. Zané, 88. perc már. És a győzelemért támad Németország. Zané, 16-osan belül jár már. Zané még le tudja tenni. Ott a lövés, és eltörte ezt most Musiala. És lehet, hogy itt a 89. perc az utolsó helyzete volt ez ma a németeknek. Jön Trimmel majd Lénárt helyett. Hát itt a végén tényleg lehetett volna még 3-2 is a vendégeknek. Az elfejlett labda az osztrákoké. Dragovic, hát a második félidőben csak egy helyzete volt Ausztriának. Még 2-0-nál nem sikerült lezárni a meccset. Hát nyilván a bravúr pont sem rossz. Ez egy pályán a németek ellen. Alaba. 3 perc hosszabbítás, abból 1 perc már letelt. Alaba mehet. Alaba, Musiala szorongatja őt, aki ugye nagy helyzetet hagyott ki ezelőbb, de végül még egy szöglet. És erre van még idő, itt a 95. percben lassan már. Na nézzük akkor, Alaba, még egy osztrák szöglet azért lesz. Jön be, megcsúszik, és itt a gól! Vezet Ausztria a 95. percben, és valószínűleg ezzel meg is érik a meccset az osztrákok. Ilyen fordulatot. Arnautovic. Ő csap le a legvégén. Ausztria mégiscsak nyer Németország ellen. És egy óriási meccsen végül 3 pontot gyűjtenek be az osztrákok. Hát az előbb még a németek nyerhették volna meg. Végül jött egy szöglet, és Zanéről kerül tovább a labda, és Arnautovic bepofozza. 3-2 Ausztriának, Németország hiába támad fel a második félidőben és nyerhette volna meg a meccset, végül elveszíti Ausztria-Németország 3-2.